gyerekek az oltások ki vannak próbálva. Hát nulla! Na most a globális egészségügyi bizonyítvány, erre is már megvannak az előkészületek, mert átvették ezt a korona appot már, a WHO átvette ezt az európai korona appot, és ez főleg digitálisan, ugyan be van még írva digitális és papír, de főleg digitálisan lesz, de hát azt jelenti, hogy ebben a digitális bizonyítványban minden be lesz. Vizsgálat, vakcina, profilaxis, lábadozás, tartózkodás, utazóknak, csak egészségügyi nyilatkozattal. És nézzétek meg, hogy mennyi cikkben benne van ebbe az IHR-be, az International Health Regulation-ba, ebbe a nemzetközi egészségügyi szabályzatokba, hogy hány paragrafusban mint ez a sztori benne van. Ja, és volt ez a B20-es, ez a B20, számít Indonézia, ez volt 2022-ben, novemberben. Itt találkoztak cégek is, meg kormányfők is, ez mindig van egy ilyen meeting, a kormányfőki cégekkel és nagyobb cégekkel is találkoznak, hát ez a VIF is hasonló, csak itt határozatokat is csinálnak, és itt már megegyeztek a Global Digital Health Certification-be. Szóval ott már ők leszögezték, hogy ezt fogjuk csinálni. És ebben most azt a kérdés, hogy mi lesz ebbe a, hogy milyen kódokat rakhatnak ebbe bele. Na most ez az ICD-10 kódozás, ez már megy. Tulajdonképpen én tudom Németországra, az orvosokat az egész Európában jelent, és mindenhol, hogy az orvosoknak ilyen ICD kódozás, ez egy megegyezés, ez alatt a kódok alatt kell nekik megadni, hogy milyen betegségekről vagy milyen diagnózisról van szó, hogy mit csináltak, de ezzel számolnak el gyakorlatilag nálunk is a kasszával. Na most, van ez az utolsó betű, a Z. A Z betű azt jelenti, hogy ott már a beteg nem, az ember már nem beteg, de hát ez vagy ez lesz neki ajánlva. Na hát az oltáshoz lesznek ajánlva, és akkor egy különböző kódokkal szépen be tudják majd adni, az elmaradt oltás milyen maradt el, hogy a beteg nem akarta, vagy már lejárt az oltás, és hát tulajdonképpen ez a mostani ICD kódok már tulajdonképpen a digitális oltáskeresési kártyának az előkészítése. Előkészítése, és az az oltás, hogy mit volt a nyilvántartásban rögzített adatok, nem számítanak személyes adatokra, hanem az mindenki, minden az egész, a Big Pharma jól használhatja. Na most, én még rámutatok, hogy az Európai Unió alapjogi kártája a második cikkben extra mondja, hogy minden embernek jól van az élethez, senki sem lehet halálítélőt kivégezni. Ez egy nagyon fontos dolog, mert az államok, amikor ezt a vakcinát megengedték, és kiderült végül, hogy mennyien haltak meg, már az elején stoppolni kellett volna, mert az államoknak, az Európában nincs jog még egy ember sem megölni. És az, hogy egy betegségben valaki meghal, az más. De abban persze kiderül, mert például a Németországban már az első 6 hónapban a Paul Ehrlich Institut az, aki hát ezeket a statisztikákat vezette, már az első 6 hónapban a Pfizer vakcina után volt 966 halottjuk, és 299 a Johnson, AstraZeneca és Moderna után, 299 halott, és 14.000 károsult. Akkor nekem ezt le kellett volna állítani. Mi nagyon fontos, hogy mindenkinek joga van, ez is az Európai Emberi Jogok Chartája, mindenkinek joga van a test és szellemi sértetlenséget, az orvostudomány és a biológia terjedtek, különösen a következőkkel tiszteletbe tartani, az érintett személy szabad és tájékoztatáson alapuló beleegyezése, a törvények megállapított eljárásoknak megfelelően. De hát tulajdonképpen én csak akkor, egy pláne egy ilyen kísérleti vakcinát csak akkor oldhattam volna be,
nem is tehetik volna kötelezővé, hogyha én ebben személyesen beleegyezek. Hát azért kell ezt mindenkinek kényszerből alájönni, nem? Hát aki mindenki szabadon csinál. Most az, hogy hogyan tudjuk mindezt megakadályozni, ebben szerintem mindenképpen Magyarországnak kulcs szerepe van, ez az én véleményem. Úgyhogy nekem az a célom, hogy tulajdonképpen több európai országban az én büntetőjogi eljárásom szerint, amit egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen kriminális ember csináltanak, az a csináltam, és hogy mondjam, mit csináltuk ketten, úgyhogy ezt a büntetőjogi eljárást szeretnék mindenki Magyarországon is megélni, hogy csináljuk Hága felé is, mert én Hága felé is csináltuk, abban csináltam, hogy a különböző fejszermókusokat, meg a Birgit, meg mindenki szépen benne van, meg a Tedros is benne van. Ugyanazt megcsinálni, amit mi is csináltunk, hogy Hága felé is, azon semmit nem kell csinálni, mert angolul már meg van csinálva. Most csinálják az utolsó fordítást, mert kicsit még azt pótolta még a text, a szöveget, még hozzáértem egy picit. Az már kész van, hogy nem is kell semmit se csinálni, hogy beadjuk majd többet. Valamikor március áprilisban se szervezzük, hogy Európában több államban, több polgár megyen rajta, több nyelven részt. És a nemzeti is Magyarország részére átadom, mert én átdolgoztam az egész Pfizer szerződést, és már az annyira disznó, hogy azt remekül meg lehet támadni, mert olyan disznóságot írtak alá. Hát azért is feketítette le az én mindig, lefeketítette a részeket, de most már megvan az eredeti szerződés. Ugye, úgyhogy ahol lehet látni, hogy nem is oda lefeketítették, mert olyan disznóságokat írtak alá, hogy hát már az kriminális, hogy egyáltalán, hogy nem fizetnek semmi kártérítésre senkinek, aki lelkileg, vagy fizikailag, vagy gazdaságilag tönkre megy, és azt mondták, hogy mindegy, hogy milyen szériát gyártanak, tudják, hogy ezt nem lehet rendesen gyártani, közben már tudjuk, hogy két szériára gyártották, a process van és a process tud, és mindenki, hogy a process tud kapta, amiben rengeteg szemét is volt, úgyhogy és nem is vizsgálták meg ezeket a csárcsokat, semmit nem csináltak. Úgyhogy azt mondtam, hogy én próbálom az ember csinálni egy jó nyilvános büntetőjogi eljárást, mert azzal legalább lehet az egész szemetet szépen az asztalra tenni. Jó! Amit ki akarnak kereskedni. Szóval őnek, és ezt a filmet, mondjuk, aki megérti, szívesen még lejátszanak. Igen, kérjük. Kérjük. Szerintem azt fogjuk csinálni, hogy elkérem ezt a
Ide volt a Mariantól, és akkor föltesszük az oldalra, ne szóval ezen a büntető jogi eljáráson ez egy kutya, ez egy fitingben nem kerül, úgyhogy ezen részt lehet venni, és a, aki részt akar venni rajta, az, az a, ez a kis párt, az a mi hazánk, mert igen, hogy mondjam, harcol a pandemia szerződés ellen is, ők gyűjtik be a büntető jogi eljáráshoz az embereket. Úgyhogy nekem van egy pár ilyen cédulám, amit hát egy pár a cél tudok itt osztani, ami rajta van, hogy hol lehet jelentkezni, aki ezen a büntetőjogi eljáráson részt akar venni. De most ez egy fityünkben nem kerül, de érdemes csinálni. És minden többet csináljuk, annál jobban bosszantjuk őket. Köszönjük szépen, hogy ilyen nagyon érdekes volt, amit mondok. Az a kérdésem, hogy akkor csücsüljük föl a előadók, és akkor, hogyha vannak kérdések, Erzsébe, most segíteni a másik mikrofonnal, ott van. Van-e kérdés hozzánk? Bárkihez. Ott van, Erzsébe, ott is. A vitával emelt följebb, gyere közelebb, lassan, lassan, most jó. Akkor adjuk oda a mikrofont. Ott volt valaki, meg a Zoli is. Álljunk fel, aki szeretne kérdést föltenni, és akkor körbe tudok lenni, egyszerűbb lesz, jobban látom. Az lenne a kérdésem, hogy az ormus vagy ormusszerekkel kapcsolatosan van valamilyen adat, hogy ezek mennyire hatékonyak az oltások kivezetésében. Illetve még egy dolog, hogy a homeopátiás szerek, akkor, ha jól értelmeztem, akkor ezeket az egyéb azok szennyeződéseket is ki tudják vezetni. Szóval, hogy ugye itt csodákat nem lehet várni, azt tudni kell, hogy megjelentek az oltások, és az oltásoknak semmilyen konkrét leírása nem volt, most sincs, mindent eltagadnak, ami mérgező, semmilyen statisztikát nem vezetnek, semmilyen tudományos adathoz nem tudnak az orvosok hozzáférni, akiket az érdekel, hogy sokakat nem érdekel, hanem úgy csinálják, mintha jót tennének és beadják az injekciókat. Tehát itt gyűlnek a tapasztalatok, de az idővel arányosan tud esetleg növekedni. Tehát nem lehet elvárni azt, hogy olyan leírások, kutatások legyenek, mint egy normál gyógyszernél. Következő kérdés. Álljon fel, aki szeretne kérdezni, rögös. Köszönöm szépen, Gyűlisztan Gyűlök vagyok és nagymamon, és kérdésem konkrétan az lenne, hogy három hónapos a kismunkám a házi orvos elég jól áll az oltása ügyében, tehát lehet vele beszélni, de azért beadja. És a kérdésem az lenne, hogy lehet-e bármi... beszélés közben beadja. Igen, úgyhogy hogy közben az anyukát megrémiszti, tehát elmondja, hogy ez mennyire rossz, és aztán beletolja, hogy és a kérdésem az lenne, hogy van-e bármilyen út, hogy ezt megakadályozzuk, vagy egyáltalán mit lehet tenni. Ha esetleg együtt működik, akkor én hogy tudok ebben közvetíteni, tehát milyen következménye lehet, ha nem veszik fel az oltást, valóban a gyámhatóság elveheti a gyerekeket, vagy csak pénzbüntetés, tehát konkrétan szeretnénk tudni, hogy mit lehet tenni. Nos, én először is azt mondanám ezzel kapcsolatban, hogy a félelem akkor szűnik meg, hogy a tudás lép a helyébe. A jogi következményekről
annyit mondanék, hogy ugye, ha egy oltás elmarad, akkor ugye ezt a védőnök kontrollálják ezt a folyamatot, nem a házi orvos, de ugye ez egy szoros kötelék, tehát olyan nincs, hogy az egyik nem adja át az információt a másik, hogy egy kollégális viszony, de a védőnök köteles jelenteni a szervek felé, hogy ha elmarad egy védőoltás. Na most, hogyha ez húzamosabb ideig elmarad, akkor meg kérhet a védőnő halasztást, tehát háromszor kell neki írásba felszólítani az, hogy ő jelentsen. Itt azért lehet az időt húzni. Ha jelent, akkor viszont egyszerre jelent a népegészségügyi szervek felé, most azt hiszem a kormányhivatal. Elnézést, hogy nem vagyok napra kész, csak a protokoll nem változott. Ugye azóta megszűnt az ANTS, és ezt a szerepet a kormányhivatal vette át. Illetve jelent, hogy ámügynek. Tehát mind a kettő oldalon meg fog jelenni egy ilyen presszionálás. Ott is felszólításokat kezdenek majd el küldözgetni. Én most csak azért mondom, mert én mind átmentem. Tehát mi is voltunk a gyerekekkel védelem alatt több évig. Ez annyiban áll, hogy jön egy ilyen kiküldött gyámügyi hölgyikkel, szépen elkávézgattunk, elsütizgettük. Ők nem voltak ellenségek, de ez nem mindenhol van így. Tehát ahány körzet, ahány megye, ahány régió, annyira változó ez a dolog. De a védelembe vétel az nem maradt el. Na most a helyzet az, hogy az ANTS kapcsolatos ügyek, ugye, ami az egészségügyi szervek vonatkozásában zajlik le, ott is a felszólítások mennek, és elég komoly bírságok vannak most már. Tehát, hogy például éjek a mi időnkben, az Zala-megyéből jöttem, nálunk ilyen oltásonként, illetve árjárosonként ilyen 50-100 ezer forintos kételek voltak. Most én úgy tudom, hogy kapásban félmillióval indul, és ezek rátelhetők akár az ingatlanok, tehát végrehajthatók. Tehát én mindenkinek azt mondom, hogy van az a pont, ahol valami mást kell kitalálni. Tehát, és akkor még annyit változott az elmúlt években, hogy ez már a Covid-ra való felkészülés volt, hogy a jogszabályokat olyan irányban módosították, hogy a kényszer oltást azt átadták a NAV-nak. Tehát a NAV nem csak a pénzbírságot hajtja be, hanem magyarán szóval megjelenhetnek a NAV kommandósai, és a gyámügyi felügyeletet, ugye a szülő egyik oldaláról nézve, ideiglenesen felfüggesztetik. És ez nem kell bírósági tárgyalás, és akkor jön egy kirendelt orvos, tehát ez is érdekes, hogy az orvosokra nézve is kötelező elejű lehet ez. Tehát, hogyha a NAV kirendel egy orvost, aki bemondjuk a házi orvosi rendszerben, akkor az nem az a kérdés, hogy jön vagy nem jön, neki menni kell. Tehát azért mondtam, hogy egy katonai hierarchia uralkodik most jelen pillanatban az egészségügyben, mondhatjuk úgy is, hogy ez egy egészségügyi diktatúra. Tehát én azt gondolom, hogy nem tudok róla, hogy lett volna ilyen agresszió itt Magyarországon, de a jogi lehetőség ennek megvan. Illetve annyi változott még, hogy most már a felnőtteket is lehet kényszeroltani. Tehát ennek a jogszabályi környezete szépen, szép apránként így kialakításra került. De hát most mi az alatt, én nem tudom, kereskedik el az orvosokat, én nem szólítok fel senkit se semmire, illetve vannak azért kis kapuk. Én ezt utkor az Zoom konferencián elmondtam, nem tudom, hogy nem esélyető. Tehát én egy alapjában jövő nemzeti érzelmű ember vagyok, és én abban nőttem fel, hogy Trianon fáj. Tehát nem magyar az, akinek Trianon nem fáj. De a gondviselésnek, a Jóistennek megvolt velünk a sorsa, hogyha most nem lennének trianoni határok, akkor nem lenne kiskapu. Tehát nálam a három gyerek közül kettő Ausztriába született. Teljesen más körülmények vannak. Ezt most nem is részletezni, mert ugye nincs kötelező oltás. Nekünk a házi orvosunk is ott van.
na most így csak így finoman jeleztem erre, hogy az alágerszeg elég közel van a határhoz, rengetegen ingáznak, rengeteg az alkalmi munkás, aki ilyen téli idén munkát végez. Az ország minden határmenti településén ez a kiskapu fennáll. Európai Uniós országban egyelőre nincs leszabályozva még az, hogy én hova hordom, illetve ha van egy kintartózkodási jó viszonyom, tehát most mondok egy példát, csíkszezonban, Szlovákiában kiáll valaki idei munkára, három hónap, év végén három hónapot, év elején, például a hószezon, csíkszezon, akkor az hat hónap, az már a fél év. És ebben a helyzetben már mondhatja azt, hogy hát én kint vagyok többet, akár egy órával is. Hát akkor én kint választok házi orvost. Illetve lehet itthon is, csak azt mondom, hogy én például ott oldatok, mert én kapok mellé homeopátiás kivezetés, vagy kapok hozzá bármilyen egyéb segítséget. Vagy akkor oldatom, amikor én akarom, nem amikor kinek ellenőrök. Tehát én mindenkinek azt mondom, hogy van egy járható kiskapu, de nem tudom. Szomorú. Szóval ezek olyan dolgok, amiket az Angelika Mihalik ugye az előző alkalmakban, amelyikén úgy fogalmazott, hogy bozott harc. Bozott harc az veszélyes, túl a tüske, meg ott lehet a bozott, meg ott az ellenség. Sajnos itt a jogszabályok azok kényszerítő erejűek, használni kell az egyéni képességet, az egyéni kreativitást, nem tudok más mondani. Az biztos, hogy ha nekem a gyerekeim most olyan kicsik lennének és ide tartanának egy pisztolyt, hogy oltasd be, akkor sajnos én sok mindent fölvettem, de talán még mások voltak az oltóanyagok. De most biztos, hogy akkor sem voltam ember. Mert egyszerűen meg vagyok róla győződve, hogy ezek az oltóanyagok már nem azok, ezek az oltóanyagok ártanak, és sajnos azt kényszerítik, hogy a szülő ártson a gyerekének. És ez elfogadhatatlan minden szempontból, minden etikai elvvel szembe megy. Tehát itt csak az segít, hogyha sokan vagyunk. Ha sokan mondjuk azt, hogy na, ezt nem mondjuk. És ebben kell előre felé haladni. Nem arra buzdítunk, hogy sértsék meg az emberek a jogszabályt, legyenek okosak, és próbáljanak minden megtenni a saját gyerekükért. Mert azok, akik ezt a kényszerítést teszik, ma Magyarországon azok nincsenek tisztában azzal, hogy milyen károkat okoz az egész eljárás. Hát vagy... Még egy apró gondolatot azért hozzáfűznék ez a dologhoz. Tehát a Trianon ügyhöz annyit, hogy nekünk ki kell érdemelni azt, azért dolgozni kell, hogy az állam egyszer teljesüljön. Azon kívül az egyesületi munkáknak volt egy olyan része is, hogy nagyon sok szülővel tartok a kapcsolatot, és azért valamilyen módon megismertük így nagyjából a magyar néplelket, tehát illetve azt, hogy a gyereknevelésben aktív szülők, azok milyen gondolatokkal riaskodnak, amikor egy-egy döntést meghoznak. Mi azt láttuk, hogy nem nagyon akarnak ők harcolni. Tehát az Angelika múltkor mondott, mikor volt az? Az első decemberén. Én az a maximális, hát szóval mondjam, nem azt mondom, hogy ellene vagyok, mert mégis valahogy a rendszer felé jelezni kell azt, hogyha ha valami nem jó. Ennek egyik módja az ugye, hogy ellenállunk, de egy kisgyerek mellett, főleg, hogy több van, annyi probléma van, hogy egyszerűen az embernek a legutolsó gondolata az, hogy egyáltalán harcoljon valami ellen is. Tehát egyszerűbb a kiskapuk. Most sajnos ez a kiskapuk országa vagyunk, ez így most már lassan nem is tudom mióta van. Már a harcunk időszakban is szerintem ez így működött. Hát Romániában is van. Mi? Kötelező? Kiskapuk. Ja, Romániát?
sok minden. Félig Magyarország. De az is megy, hogy monitoroznak minket. Tehát amit Ausztriában lehet Romániában is, ezen is gondolkoztunk el. Meg az kita önkormányzatokat, most nem akarom elmondani, de tervezzük, hogy ezek megalakulnak, hogy foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hogy hogy lehet legalizálni. Jó a szabad választás. Tehát ezért kell összesor, legyen meg minél hamarabb országos, a megyei önkormányzati rendszer, akkor összebeszélünk és találunk kis kaput vagy nagy kaput. Úgyhogy még lehet, hogy nagy kaput is. Szép napot, Császlóknál vagyok, én veszem fel az anyagot és teszem majd fel a YouTube-ra. Tamási doktorhoz van egy kérdésem, de mielőtt kérdeznék egy rövid közérdekű információ. Én 6 évig voltam építész Hollandiában, Hágában, a Parlament Lett utcára, és tudom, hogy Hága nem város. Jogilag falu. Csak hogy tudják. A kérdésem pedig az a harc és egyébben kapcsolatosan egy hónapban lesz. Tamási doktornak a következő tárgyalása a WHO-ról. Doktor úr, hogy készül rá? Maradék szabad időben ilyen nappal. Hasonlóan minden megkerül. Aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz. Na, más kérdés esetleg? Dr. Jánosi Tamás, 35 évig értem Észak-Amerikában, és ennek az orvoskutatásban voltam, majd egy vállalkozást állítottam fel, ami sok klinikát ellátott, és ez most is ott van a háttérben. Nagyon sok orvossal itt a kapcsolatban. Fantasztikus ez a presgés, ami van Észak-Amerikában, és nagyon sok szörnyű tavidió is onnan jön, és a megoldások is sokszor onnan jönnek. Én úgy látom, hogy itt sokat beszéltünk a tüskefehérjéről. Szerintem kb. 60-70%-ban lehet gyógyítani a betegeket, hogyha a tüskefehérjére fókuszálunk, és a maradék az a technológia. Igazán a transzhumanizmusról beszélünk mindenképpen. A transzhumanizmusról beszélünk, tehát majd arra kell egyre jobban fókuszálni, amit Tamási doktor mutatott ezekről a furcsa nanotyúvodát szisztémákról, azokat kell megcélozni. Úgy néz ki, hogy elég sikeres a kellátolás, tehát a lukációnális szüzőmidití magyarul, hát azt hiszem kellátolás nem, magyarul. Igen. A másik a... Sajnos itt már be van tiltva minden. A másik a methylene blue, és meglepő módon a nagyon magas orális aktív szének, annak is van egy nagyon jó hatása. Rendkívül erős a gyulladáskökkentő hatása is, és nehéz definiálni, hogy miért, de ezeket mindenképpen lehetne javasolni az eddig elhangzottakhoz. A kérdésem pedig Marian felé azt mondta, hogy Magyarországnak különleges szerepe van a WHO-val kapcsolatban. Miért? Miért? Mert bizonyos fogik még akármilyen, nem jó. Én Istenem, na nem. Nem működik. Hogy kifogyott az ember? Szóval akármilyen, milyen képernék, nem jó. Én tudom, hogy mondom, én pendízek a két ország között. Én itt nem vagyok bejelentve, de megvaladott állampolgárság. Hogy mondjam, mégis, hogy mondjam, Németországban nagyon jól szerveznek bizonyos fokig. Magyarországon akárhogy is van, vannak lehetőségek, vannak is kisebb ország. De hát tulajdonképpen azért, mert kisebb ország, egy kisebb országban lehet találni, még egy jobb szeret csinálni, mint Németországban. Ott is akarunk szeret csinálni, persze, ezt szervezzük, piszokul szervezzük, és működik is a dolog, de már rengeteget alternatív média, mert ez az egész büntetőjogi eljárás már megjelent, nem tudom, valami 10 újságban, úgyhogy kidobtuk ezt már, mert csináltunk egy sajtójelentést. A Magyarország, meg kell mondjam, hogy a németek nagyon becsülik. Annak ellenére, hogy most a hivatalos rész szítja a magyarokat, ez nem stimmel. A német nép nagy tisztelettel néz a magyarokra, és csodálja a magyarokat.
dolgokat. Meg kell mondjam, szóval egy teljesen más, más, és Krisztokul irigyelnek mindig, hogy Magyarországra, Mőszügyen, irigyelnek. Szóval lényeg az, hogy azért én mind a két népet, itt születtem, mind a két népet szeretem, és mondom, hogy itt próbálok egy olyan, mert itt lehet egy jobb bombát adni. Nekem ez a véleményem. Na, meg kell mondjam, hogy lehet ezt jól csinálni. Mert a magyarok tudnak jobb pucukat csinálni. Gondolj még, én nekem a, hogy mondjam, a székelyek is többek között a őseim, és nekem volt egy nagy forradalmi ősöm, aki gyakorlatilag a székelyeknek a jogait több mint 150 évre, hogy mondjam, biztosította. Szóval a magyarokban azért van egy kis több bors, mint a németeknek. Na, ez az igazság. Próbáljunk egy kicsit paprikát szólni, mert a németek is mindig mondani, hogy adja vagy, hogy nálatok egy paprikát szólja. Pontosan ugyanúgy, hogy szerintem a németek és a magyarok együtt, és most Ausztriában, de ma most már Ausztriában is dolgozom, és pont az az utat, hogy lehetne valamit csinálni. Szerintem sikerült. Itt még most hagynám bennünket, hogy ezt az időszak Jországban. Németországban úgy hallottam, hogy sokkal nagyobbak a korlátozások a Covid alatt is meg. Bennünket még hagynám. Következő kérdés. Lesz Nagy Krisztina vagyok. Szeretném megkérdezni, hogy egy családtagom fölvett 3 Pfizer oltást, orvos, és nekem semmi befolyásom nem volt a döntés, és a vérfizattal nem sikerült. Az a szerencsém, hogy semmi tünet. Most az semmilyen tünete nincsen. Azt szeretném megkérdezni, elképzelhető-e, hogy placebót kapott-e, és az lenne a kérdésem, hogy placebóban van-e nanorobot, vagy abban talán nincsen. A másik még annyi, hogy a Marianhoz még szeretném kérdezni, a Pfizer Process 1 mit tartalmaz? A Pfizer Process 1 az egy tiszta mRNA volt. Mikrofon. Válaszolom még gyorsan, mert nekem mennem kell. Az első processben egy teljesen tiszta mRNA volt, és azt kapta az első réteg, mármint a kiválasztotta. És a másodikban, mivel ez nagyon drága csinálni, mondjuk ez az injekció se ért sokat, mert az mRNA nem ér sokat, ezt tudja. De mondjuk ez nem csinált annyi kárt, mint a következő, amit viszont baktériumokból csináltak, és egy csomó szemetet dobtak bele. És ezt tudta, és az EMA is, amikor ugye engedélyezte, és ezt tudta, és akkor azt mondták, és még a Spiegel is írt róla, hogy igen, ez most baktériumokból lesz csinálva, és ezt nagyon ki kell utána takarítani, ez nem olyan egyszerű, de majd a Paul Ehrlich Institute Németországban fogja majd a charge-okat ellenőrizni. A fejét ellenőrizték, a fejszerre csapták rá, hogy akkor valami németül mondja, hogy akkor bakhámzicum kertnek, mert a kecskét csinálták kertészét, tehát maga ellenőrizte saját magát, úgyhogy persze mindig szuper papírokat adott ki, és még a Pfizer is mondta, hogy ez a process slide-ben 40%-osan több volt a mellékhatás, mint az eredetiben. Még a Pfizer maga mondta. Úgyhogy azért mondom, hogy még tulajdonképpen akik ezt a másodikat kapták, az csak szemét. Na most ez az andrographis paniculata, ez mindenkinek jó, még az egészségeseknek is, akiknek semmi tünetük nincs, ajánlom venni, a lányomnak nincs semmi tünet, az immunrendszer elég rossz, vagy mondjam, az immunrendszer összekalapálja, és ez egy olyan, aki például mondjuk nem károsult, vagy nincs is, de hogyha annak is jó, csak azt mondom naponta kétszer elég enni, mert az van ráírva. Aki károsult és probléma van, annak naponta 3-szor, ahogy mondtam. Mondat még én is szólok ehhez, tehát úgy kell értelmezni, hogy a PCR-tesztet lehet előállítani, használja arra, hogy oltó anyagot állítsanak elő, de ez nagyon drága. A bevizsgálásra így állították elő az oltóanyagot, az összes többi baktériumokba állították elő, ezért van teleszennyezéssel. Leállították a gyógyszertárakban a nanoszűrőket sehol nem alkalmazták, ezért tele van szennyeződéssel, tehát ha tiszta, akkor is megy vele a nanorobot, megy vele minden. Tehát sajnos. Igen, tehát baktérium DNS-ek vannak ennek, és vannak olyan sorozatok, amiben a 30%-ig. Tehát valami elképesztő nagy mennyiség, és ez biztos, hogy nagyon nagy kárt okoz. És visszatérve az első kérdésre, azt tudom mondani, hogy én nem nagyon látok
Hát én mindenkit megvizsgálok többféle vizsgálattal, és nem nagyon látok olyat, akire azt mondanám, hogy placebo-t kapott. Nagyon kevés. Most csak egy mondat, tiszta placebo-t csak a kínaiak tudnak előállítani. Kétüli, az első kétüli oldásuk szintiszta desztillátus, semmi nem volt benne. Ezt csak a kínaiak tudják, a többi. Igen. És azontól pedig azt se lehet tudni, hogy milyen placebo a kérdeztés. Mert most, hogyha az MRMS nem teszik bele, de beleteszik a grafént, vagy nem teszik bele azt, hanem ilyen baktériális DNS-ek vannak benne. Szóval egyedül ők tudják, hogy melyikbe mit kavartak bele. És senkinek nincs információja róla. Hát ez egy olyan ember kísérlet, egy olyan embertelen ember kísérlet, ahol se az orvos, se az állam, se a beteg, vagy a páciens, aki fölveszi, nem tud semmit. Ők kísérleteznek velünk, mint valami nyulakkal. Mert a számukból ők utána összetudják, hogy ezeknek ilyen tünetelek, ezek meghaltak. Mint ahogy a dániai vizsgálatoknál, hogy kiderült, hogy volt egészen mérgező sorozat, akik nagyon hamar meghaltak, és volt olyan, aki pedig viszonylag jól túlélte, illetve volt olyan, aki még úgy tűnt, hogy egészen nyilván adott. Jó. Az a helyzet... Még egy érdekes dolgot csak elmondom. Igen. Tehát itt van Irán például, senki sem gondolná. Amerikában teljesen harcok vannak, bármikor kirobbannak a háború, és Irán Pfizer oltásokat adott be legnagyobb mennyiségben. Ebből látszik, hogy a politika látszat, gyerekek, hiába van Irán a másik oldalon, a pénz ugyanúgy működik. Volt egy debreceni orvos kollega, aki 30 éve kint van Iránban, és a legtöbb szövődményt a Pfizer-től viselték, igen, Iránban is. Tehát érdekes, a politika rögtön látszik, hogy úgy játszák, mintha ellenszékek lennének, de valójában pénzben összefügg minden mindenben. Na hát, az a helyzet, hogy 8 óráig van bérelve a terem, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy... Jó, még egy utolsó kérdés valakinek. Nem, nincs kérdés. A 8 óráig ki kell menni, most itt lesz van. Ennyire nem szoros a terem. Nem, hát köszönjük szépen a mai részvételüket, és akkor találkozunk másik, pedig jó program lesz. Egyrészt jön a Kurcsányi Zsolt, akivel beszélt a Botlenderős, és a másik előadó Tuzsor Mikelet Svájcból, aki szintén nagyon sok tapasztalattal rendelkezik, orvosok minket van. Március 10-én lesz ugyanígy.